Végéhez közeledik a Vérellátó Szolgálat nyereményjátékkal egybekötött nyári véradó kampánya. Ma és holnap még több helyszínen is várják a jelentkezőket. Én eddig mindig azt hallottam, hogy a nyár az egy nehéz időszak a véradás szempontjából. Kicsit talán kisebb a véradási kedv, és lehet, hogy több a közúti baleset. Nem tudom, igaz ez? Ez mindenképpen igaz lehet, mert Nemes nagy Zsanna, a regionális igazgató főorvos a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt mondja, hogy ők csak szeretnének szabadságra menni ezekben az időkben, ezekben a hónapokban, de hát nem lehet, mert a véradókat be kell terelni ilyenkor, igaz? Igen, ez így van. A nyár tényleg egy nehéz időszak, hiszen a véradók is elmennek nyaralni, de a betegek sajnos nem. És balesetek is vannak, tehát minden nap várjuk a véradókat. Magyarországon egy átlagos időszakban 1500-1800 véradót kell megszólítanunk naponta hogy legyen elegendő vér. A nyári időszakokban pár százal kevesebb napi véradó van, de hát őket is be kell szólítani, mert hát szívesebben töltik máshol a nyarat, mint a véradóban. Hát ilyenkor az megoldás, és önök ezt persze csinálják is, hogy oda kell menni a véradó pontokkal, ahol az emberek vannak, strandokon, Balaton, parton, egyéb helyeken, fesztivál központokban, Igen. hát azért ez már évek óta jól működnek ezek a kampányok. Igen, tehát nyáron igyekezünk rendezvényeken megjelenni, hiszen a munkahelyek kevésbé tartanak véradásokat, illetve a vérellátó intézetekben továbbra is várjuk a véradókat, és hát minden rendezvényt megragadunk, ahol alkalmas helyszín van véradásra, hogy a véradókat megszólítsuk, a vért levegyük. És a rendezvények segítik is a véradás szerencsére. Mindjárt rátérünk erre a nyereményjátékra is, de még arra vagyok kíváncsi, hogy említette ezt az 1500-1800 véradó per nap. Mi a kritikus szint? Tehát mikor, mikor van baj, hogyha hova csökken a véradók száma Magyarországon egy átlagos napon? Véleményem szerint, ha ezer alá megyünk, akkor az már nagy nehézségeket okoz. Előfordult ehhez volt, közeli helyzet mostanában? Volt, mostanában nem, de voltak, voltak olyan nyarak, amikor ez előfordult, illetve a Covid alatt volt. voltak ilyen napok, hogy a, ezer alá mentünk. Nézzük ezt a nyereményjátékot, amely, amely hát szintén tulajdonképpen az, ugyanaz a cél, nem? hogy így is serkentsék a véradó kedvet. Mikor ér véget pontosan ez a nyereményjáték? Hát 31-én, tehát még holnap lehet rá jelentkezni. Ha a véradók az OVS honlapján jelentkeznek erre a nyereményjátékra, akkor különböző ajándékokat ö, sorsolnak ki nekik. Most az állatkertek segítik a véradást, tehát a magyarországi állatkertek ajánlottak meg ajándékcsomagokat, belépő csomagokat, és ezeket lehet megnyerni. Hát ez egy, ez egy klasszikus Nagyon nyereményjáték, igen, ahol igen. sorsolással. Hogy, hogy, találtak az állatkertekre, mint partnerekre? Egyáltalán hogy működik? Ki, kinek a kreativitása segíti azt, hogy ha, ha kigondolnak egy nyereményjátékot, amelynek tehát az a célja, hogy minél több véradó legyen, milyen irányba indulnak el egy ilyen nyereményjáték szállításokat? Az OVS-nek is van egy kommunikációs csapata, akik fel, felkutatják a partnereket, az állatkertek viszont elég régóta támogatják a véradást, a budapesti állatkerttel hát több éve van kapcsolatunk, és a, a véradásnak a, a kampány állata a pelikán, tehát a a pelikánt mi örökbe fogadtuk, és akkor azóta van a kapcsolata a fővárosi állatkerttel, és akkor így jött az ötlet, hogy a, a többi állatkertet is megszólítsuk, és akkor ők készségesen segítettek. Igen, mert láttam, hogy nem csak a budapesti állatkert ajánlott akkor fel, olyan nyeremény játékban csomagot belépőket, hanem hát országszerte Ország is. Több állatkert is jelentkezett erre a kampányra. Az OVS honlapján meg lehet nézni, hogy hány állat, Vesz részt ebben az akcióban. Mit kell hozzá csinálni, ha valaki részt szeretne venni? Az OVS honlapján van egy felület, ahol be lehet jelentkezni, ott regisztrálni kell, és akkor ennyi az egész, és a kampány végén pedig számítógépes rendszerrel kisorsolják a nyerteseket, nyilván több nyertes is lesz ebben a játékban. Keresik a véradók ezeket igen, a kampányokat? Igen, szeretik. Túljelentkezés? Hát túljelentkezés nincs, de, de keresik. Mi a tapasztalata arról, hogy a korosztályok, ugye az a jó, ha a fiatalok találkoznak ezzel a helyzettel, hogy hogy tudnak segíteni egy véradással, hogy léphetnek be a véradók táborába, mert ezért ez egy élethosszig tartó, vagy az élet egy jelentős részén tartó kapcsolat is lehet, ha valaki véradóvá válik, de az cél, gondolom önöknek, hogy a fiatalokat meg tudják szólítani. Nagyon. Mi a tapasztalata erről? Sikerül megszólítani a fiatalokat? Igyekszünk, inkább így mondom. Nagyon fontos, hogy őket megszólítsuk, hiszen ők viszik majd tovább a véradás ügyét. A, a véradás alapvetően a a középkorosztályon, vagy az idősebb korosztályon nyugszik, de igyekszünk minél több fórumon megtalálni a fiatalokat, isko már az iskolában, és különböző rendezvényeken, és azt gondolom, hogy évről évre egyre jobb a, a jelentkezése a fiataloknak ezekre a, a, a véradásokra, illetve kampányokra. Ezekkel a kampányokkal őket jobban meg tudjuk fogni, mint az idősebb korosztályt. Tehát várjuk őket szeretettel. Ugye az élővér az valami olyan mi, amelyet az orvostudomány nem fog tudni pótolni más forrásból, igaz? Meg az abból készített készítmények, hogy több ember életét menti meg vele rögtön, nyilvánvalóan és egyértelműen, aki véradóvá válik, ezt az orvostudomány nem fogja tudni pótolni. Egyelőre ezt kell mondanom. Már tudnak, tehát vannak próbálkozások, illetve vannak már termékek külföldi laboratóriumokban, de ez rettentő pénzigényes és a közeljövő évtizedekben nem fogja átvenni az élővér szerepét, tehát muszáj, hogy az emberek vért adjanak. Legyen így, és még van egy nyereményjáték, amely tehát holnapig, ugye jó, holnapig, holnapig, még igen, érvényes is igen, lehet jelentkezni, véradóként akár igen. nyereményjátékon is részt venni. Köszönjük, hogy itt volt Nemes Nagy Zsuzsanna, regionális igazgató. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.